Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 216. Impulzus Podcast, mai adásunkban pedig Kő Gergőt köszönhetjük itt köreinkben. Szia Gergő! Sziasztok, hosszú és eredményes életet kívánok mindenkinek! Műsorvezető társamat is nagy örömmel köszöntöm, szervusz Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát mi lesz ma terítéken? Kelepce című epizód az Új Nemzedék harmadik évadából, Booby Trap, angol címén így lehet megtalálni, de mielőtt még ebbe belevágunk, Star Trek híreken is rágjuk keresztül magunkat. 40 éves lett a Khan haragja című mozifilm, és ennek örömére a tengeren túlon lesz egy Summer of Sweet Revenge nevű kampány. Itt természetesen ugye mozis vetítésekre lehet számítani, aminek a keretében újra át lehet élni a filmnek a cselekményét, illetve egy speciális jégkrémet dobtak piacra, hiszen a bosszú hidegen tálalva a legjobb, gondolom ez volt a motiváció a termék mögött, de ugye nem csak a jégkrém, hanem maga a fagyiskocsi, ami hozza majd ezt a jégkrém szendvicset, az is át lesz festve ilyen Khan haragja dizájnra, tehát ott leszerződtek egy ilyen helyi New Yorki Family Frost-szerű céggel, és akkor ő fogja teríteni ott a helyieknek ezt a finomságot. Jól áll szerintem, ha van olyan Star Trek film, aminek jól áll ez a kicsit ilyen jópofa, retro-szerű kampány, az a Khan haragja, mert bár ugye a Star Trek filmek kortalannak tűnnek bizonyos szempontból, de azért a Khan haragja az le sem tagadhatná, hogy melyik korból származik, és ennek megfelelően ugye mi is többféle szempontból állhatunk hozzá a filmhez. Fogyasztható ez egyfajta ilyen buli filmként, tehát haverokkal együtt leülni, popcornnal, és akkor egy ilyen hangos este keretén belül ezt megnézni, de azért el is lehet merülni ennek a filmnek a mélységeiben egyedül, vagy akár többen csendesen, tehát vannak ebben a dologban lehetőségek. Ugye, aki nem a tengeren túl él, mint mi, mondjuk itt Európában, az mit csináljon? Szerintem nézzük újra. Érdemes ezt megtenni. Ugye hogyan lehet ezt kivitelezni? Hát a legkézenfekvőbb megoldás az, hogy keressük föl a hozzánk legközelebb eső szürke import elosztó hálózatot, és töltsük le magunknak a filmet. Ennél egyel elegánsabb, hogyha rendelkezünk valamilyen kiadvánnyal. Például a magyar piacon ugye megjelent ez a DVD, ez a filmnek a kétlemezes rendezői változata, és ez rengeteg extrát is tartalmaz. Ebben az a jó, hogy magyar felirat is található rajta. Ezt sajnos már új kiadásban nem lehet kapni. Viszont én sokszor szoktam vele találkozni, illetve az összes mozifilmmel ebben a kiadásban ilyen adásvétel oldalakon, ilyen használtan. Szerintem érdemes még az ilyen közösségi médiás marketplace-eket is átnézni, vagy rákeresni, mert ott is előfordulhat, illetve Dave, nektek azt hiszem Megannal van egy ilyen Star Trek adok-veszek csoport, ott is elő szoktak azért ilyenek fordulni. Viszont amit még be lehet szerezni szerintem, az az első 4 mozifilmnek ez a feljavított 4K-s változata, és talán, minthogyha ebben is a Khan haragjának a rendezői változata szerepelne. Ebben az a hátrány, hogy itt nincsen magyar szinkron sem, magyar felirat sem, úgyhogy angolul jól értőknek ajánlott, vagy hát aki németül tud, szerintem az is megtalálja itt a számítását. Ez a basic kategória, illetve még lehet egy olyat is csinálni, hogy az Apple TV-n ki lehet kölcsönözni, ott is a 4K-s verzió van, most ezt meg nem mondom, hogy rendezői változat vagy mozis változat. Magyar vonatkozás ott sincs, de akinek nincs lemez meghajtója, az így tudja streamingelni ott a szolgáltatón. Tehát ez a basic, ez az alapjárat megoldás. Aki nagyon haladó szintű elmerülést szeretne a történetben, az nézze meg az eredeti sorozatot is, vagy hát annak az ide vonatkozó részét, ehhez van nekem például egy ilyen Blu-ray gyűjteményem, ott a Space Seed,
magyarul az Alvó Oroszlán című epizódot kell megnézni, és akkor megtudja az ember, hogy kicsoda, micsoda az a Khan. Hogyha nincs Blu-ray kollekció, akkor Netflixet tudom ajánlani, vagy pedig a legelőször említett virágboltos megoldást, itt-ott azért meg lehet a Star Trek eredeti sorozatot is találni. Na, ti mikor találkoztatok egyébként a Khan haragjával? Én azt hiszem a 90-es évek végén, 2000-es évek elején vetítette ezeket éjszakánként egy kereskedelmi adó, és akkor ott végignéztem a Khan haragja, Spock nyomában hazatérés, úgynevezett ilyen Genesis trilógiát, de lehet, hogy ti már valahol máshol és korábban is összefutottatok ezzel. Én megmondom őszintén, nekem a nagy kedvencem a negyedik rész, a bálás, mert én szerintem azt láttam először, és nekem valahogy a Khan haragja az utolsó vége fele jött szerintem ugye az első öt rész közül. Nem tudom, hogy miért, meg hogyan alakult ez a történet. Én elég későn találkoztam vele, és szerintem ez már valamelyik kereskedelmi csatorna volt. Én szerintem, amelyiken én láttam a Khan haragját, még annó, és ahogy te mondtad, igen, nagyon érződik rajta a 80-as évek, mert valahogy úgy, mert még az eredeti első film, az ugye az űrszekerek, minden szép, minden jó, ugye itt nagyon sok sivatagos jelenet van, egy kicsit ilyen Mad Max-es volt a feelingje az egész filmnek, hogy szerintem nagyon nagy hatása volt rá Mad Max, én szerintem, vagy nem tudom, melyik volt előbb, vagy utóbb, melyik volt melyikre hatása. Én tényleg nem emlékszem, hogy mikor találkoztam vele így először, de én nagyon szeretem azt a részt, és szerintem talán a új érából talán az egyetlen olyan, amit ugye így rebootoltak, jó, Benedict Cumberbatchnek hívják, aki ugye áthozta az új érába Khant, iszonyatosan zseniálisan megcsinálva én szerintem, úgyhogy én nagyon szeretem a második részt, de hát nem, úgyis a negyedik marad az örök kedvenc. Valamikor régen-régen német csatornákon, tehát ahogy szoktuk, aztán magyarul, tehát az ember először megtanult németül, aztán angolul, aztán meg magyarul a Star Trek kedvéért. A negyedik nekem is nagyobb kedvencem, sőt, én a Into Darkness-t jobban szeretem, mint a régi Khant, de hát ez utólag összehasonlítva nyilván az teljesen más eszközökkel dolgozik, de tényleg ez a 80-as évek, és a Star Trek-en belül is egy adott éra, ugye ez a második, harmadik, negyedik film, ez úgy szóval egy trilógia, és jó, hogy utána jött egy másik típus, utána meg megint egy másik, mondjuk a hatodik filmmel, és így tovább, tehát ezek a rendezői stílusok, meg a szinte a célközönség is változott, persze folyamatosan nyilván a Star Trek rajongók, de már mondjuk az új filmeknél nem annyira. Nekem is egy rendezői változat van, meg ilyen szürke vagy zöld importból HD-ban, és egyébként ezeket a filmeket például HD-ban érdemes ugye beszerezni, vagy pedig megnézni, mert szerintem följavítja, ugyanis ezeknél még a modellekkel dolgozás, a régi típusú látványvilág, ami tényleg azt jelenti, hogy felújítva sem romlik az a nézői élmény, sőt, ugye tényleg egy magas minőséget kapunk. Tehát ezek igenis, hogy időtállóak, hogy most dramaturgiában vagy karakter szempontból, az már egy másik kérdés, de maga filmjén szempontjából javasolt egy DVD, egy elnézéspont, ugye Blu-ray megnézése vagy streamelése. Kár, hogy egyébként ez a mozi változat nem kerül be, mert én például, amikor a űrszekerek rendezvényünk volt 19-ben, ugye, és akkor a First Contact bejött, nekem óriási élmény volt. És az is egy ilyen HD, tehát nem volt hiper-szuper, nem tudom, 4K és ilyen-olyan forrásból, mert nem is állt szerintem rendelkezésre a 4K kiadványa annak a filmnek szerintem akkor. Még most se áll. Így van, de a nagyvászon, ezek a filmek nagyvászonra készültek, és sikerrel átvitték a Star Trek-et a nagyvászonra, és működőképesek voltak. Most azt hiszem, a visszajövőben van megint valahogy így mozikban, a napokban pont a trilógia, és ott is eredeti szinkronnal, stb. És ez szerintem mindig nagy élmény, és összecsőríti a rajongókat, és akkor úgy tényleg ez ez az ősi rajongás érzés, hiszen a 80-as évekért azért sokan oda vagyunk. És így ez például nem lett volna rossz talán Európában is megoldani, biztos, hogy a jogok miatt bonyolult, vagy nem tudom miért. Bár
Érdekes, hogy Ricardo Montalbán hát utat tört a hazai tévéképernyőkre, pont pünkös vasárnap néztem az egyik tévécsatornát, és hát egyszer csak őt láttam. Egy olyan sorozat, ami a 70-es években volt Amerikában, ilyen nem tudom hány évadot ért, meg az volt a címe, hogy Fantasy Island. És Magyarországra is eljutott az egyik kisebb kereskedelmi adón így a 90-es években. Ez egy hát ilyen misztikus sorozat, nem sci-fi, de a Ricardo Montalbán egy ilyen fehér öltönyös úriemberként egy trópusi szigeten az odaérkező vendégeknek a kívánságait teljesíti, hát ilyen mágikus módon, de mindig a személyes problémáikat oldja meg, kvázi ilyen Star Trek-szerű dramaturgiával. Tehát van egy vendégszereplő, annak van mindig családi, személyes problémája, igazából egy kívánsága, de a kívánsága révén mindig szembesítik valami hibával, egy múltbeli dologgal. Lényeg az, hogy ez a sor, egyébként jellegzetesen volt benne egy törpe színész, aki a James Bond filmekben is volt egy ilyen főgonosz, egy ilyen polinéz úriember volt a színész, és fölismerem, mert Ricardo Montalbán hatalmas a színész, meg pici mindketten fehér öltönyben, ott a trópusi szigeten. Lényeg az, hogy ezt a filmsorosztat aztán ilyen 20, nem tudom mikor újra csinálták, tehát egy ilyen inkább folytatás készült belőle, és ott a Ricardo Montalbán karakterének az unokahúga viszi tovább ugyanezt a melót, hogy vendégek kívánságait teljesíti, és az új sorozat másik részében még a Star Trek is említésre került. A Star Trek, mint Star Trek említésre került. Egyébként vissza lehet nézni ingyenesen is a csatorna oldalán, nem reklámozom, mert amúgy egy szerintem annyira nem kiemelkedő a sorozat, jól el lehet vele szórakozni, és aki szereti az ilyen amerikai drámasorozatokat, azoknak is jó szórakozás. Egyébként Ricardo Montalbán nagyon harsány, ugye a Kán haragjában, és ez határozza meg a filmet, igazából itt dől el, hogy az adott néző be tudja elfogadni, vagy nem, mert hát ugye ő a címszereplő is, tehát nehéz kikerülni, nehéz úgy megnézni a filmet, hogy a Ricardo Montalbánt ne lássuk. Nyilván ezt is sokan egyfajta ilyen egy adott korra jellemző valaminek, egy színészi játéknak tartjuk ezt a nagyon teátrális, ugye amikor van egy Star Trek paródia, akkor egyből ez a szikla csúcson álló, ilyen nagyon teátrális, talán még a levegőbe is lövöldöző főgonosz jelenik meg előttünk, ez mind ilyen, szerintem ilyen Khan ikletésű, amikor ilyeneket látunk. Én viszont azt mondom, hogy mindenki tegyen vele egy próbát, aki még nem látta, azok mindenképpen kezdjenek bele, aki meglátta, az ünnepelje meg, adjon a hangulatnak, és tegye be ezt a filmet, mert azért, amikor elkezdődik ez a film zenével, hangulattal, képi világgal együtt, azért elég kőkeményen visszarepülsz akárhova, mert nem biztos, hogy ugye a 80-as évek, sőt, valószínűleg nem a 80-as években láttad, mert Magyarországon nem nagyon volt Star Trek, de azért elég rendesen visszarepülsz oda, amikor először ezt megpillantottad, és ez a filmanyag, ez ilyen bűnös, nosztalgikus élvezeteket, azt nagyon ki tud szerintem elégíteni, úgyhogy érdemes, csapjatok Kán haragja bulikat, vagy nézzétek meg egyedül, és élvezzétek a filmet, jó szórakozást mindenkinek! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Kelepce Booby Trap című epizód, amiben ezúttal Jordi kerül a középpontba, és én ennek örülök, mert Jordi azért annyira nem volt még kidomborítva, talán minthogyha előfordult volna, hogy ő átveszi egyszer a parancsnokságot, de az ő karakter építésével, és hogy milyen fickó ez a Jordi LaForge, mintha még így ilyen formában nem találkoztunk volna. Hát erről fogunk most beszélgetni, továbbra is Kő Gergő és Dév lesznek a beszélgető társaim, én pedig Csaba vagyok.
Dave, te mindig az O'Brien-t szoktad említeni, hogy ő az a közvetlen haver fickó, akivel leülnél sörözni, szívesen elmennél munka után és beszélgetnél vele. Szerintem a Jordi is valami ilyesmi. Michael Piller azt nyilatkozta egyébként, hogy a Jordi az egy olyan fickó, aki ügyetlen a csajozásban, viszont ha tehetné, akkor elvenné feleségül az 57-es Chevy-jét. Tehát ez a, bár ilyen autószerelésben inkább a Tom Paris lesz, aki ténylegesen ugye majd látható lesz a Voyager-ben, hogy ezzel foglalkozik, de értjük azért, hogy mit mond Michael Piller, tehát Jordi ez a tech guy, akinek a szerelme a térhajtómű, és ugye Brahms, Dr. Brahms egyfajta megtestesülése ennek a térhajtóműnek, és ezt látjuk itt kibontakozni. Egyébként ti a Jordi karakterével kapcsolatban hogy álltok ti, mennyire kedvelitek az ő történeteit? Most például itt van egy. Szerintem egy nagyon érdekes karakter, most nem csak a szeme miatt gondolom azt, hogy egy érdekes karakterről beszélünk, hanem ugye a műszaki részéről is, hogy nagyon közel hozza ezt a műszakit. Tehát ugye olyan, mint az eredeti sorozatban a Scotty, bár én szerintem a Scotty az egy picit karakteresebb volt ilyen oldalról. Én szeretem a karakterét, és sajnálom, hogy elég kevés szerepet adott, és most egy kicsit olyan ember közelbe hozták ezt a karaktert, ugye, azzal, hogy hát, ő is csajozik, ugye, és őnek is úgy megy a csajozás, hogy hű, csak bevettem magamat, és már rögtön dőnek. Hogyha nagyon aranyos volt különben az a jelenet, amikor beszélgettek a bárba, ugye, jaj, de itt akartam mondani, igen, ő vele, és tényleg ilyen ember, közel hozták a nézőknek a Jordit, hogy nem csak egy ember, aki rohangál a gépházba is, és mindenféle, megold mindenféle műszaki dolgot, hanem egy érző ember rész volt. Aranyos volt, és ha már szóba került ugye a másik karakter, az O'Brien a történetben, ugye ennek is volt egy elég vicces jelenete a transporter állomásnál, amikor ugye ő igen, akkor is makettezett. És valahogy ezt a karaktert egy picit jobban, ahogy a Dave is mondja, jobban közelebb hozták az emberekhez. Tehát nekem a Jordi néha olyan nagyon, nagyon kocka, tehát nagyon hozza ezt a kocka feelinget, de mondja, ennek örültem külön, hogy ilyen részt hoztak ki, hogy kicsit hogy emberi oldalát is megismertük a Jordan, mert eddig mindig csak rohangált a gépházba föl alá, mint a mérgezett tegér, és próbált mindent helyrehozni, hogy a Scotty régen. Itt most egy kicsit más volt a felállás. Itt most egy kicsit olyan gondolkodóbb volt a feladat megoldás, és nem pedig az a igazi piszkos munka, hogy bemászunk, és akkor megszerelünk mindent. Én is szeretem Jordi karakterét, örülök, hogy ilyen epizódokat kapott, és érdekes, hogy két epizódban is egymás után hát az ő történetéről van szó, hiszen majd a következő részben, a TNM-ben ott ugyancsak megint Jordi-centrikus részről beszélhetünk. Szóval aki szereti, annak jó, aki esetleg más karaktereket jobban szeret, az meg esetleg így átugorja. De nem szabad átugrani, amúgy is nekem egy kedvenc részem, mert nagyon jó itt van a technológiai kihívás, és az ahhoz kapcsolódó a személyes hozzáállás. Picard, akit lenyűgöznek az ilyen korai hajók, még ott van Worf is, aki fölnéz erre a típusú kapitányra, a régi idők kapitányára, és a régi idők technológiája, a csapda, ami kifog rajtunk, és amit a legmodernebb hajó tervezés is csak egy kis trükkel tud átverni, de az is jól meg van magyarázva. Tehát nézhetünk a hajó fejlesztés kulisszái mögé, hogy emberek fejlesztik, de sajnos mondjuk nem pont a mérnökök, vagy éppen a hajógépészek közreműködésével. Egy klasszikus ilyen problémát hoz fel, ami lehet most hozni akár az autóversenyzést, akár a bármilyen műszaki fejlesztést, járműgépészetet, hogy igen, van a gyakorlat, és van ugye az elmélet, van a tervezőasztal, és aztán a működés. Lásd Scotty, aki így úgy szintén bütyköli a hajót, és a tervezők esetleg ott is a homlokokat ráncolnák, és majd a Brahms is fogja ráncolni a homlokát, amikor ugye, hát spoiler, élőben egyszer csak megérkezik, és
Ez egész hozzáállás a Jordynak tényleg a géphez való viszony, ami itt a Leia személyén keresztül, tehát egyfajta románc fűz minden gépészt a saját gépéhez. Ez is mondhatni egy ilyen stilizált, vagy egy ilyen archetípus, hogy hát minden nem tudom, férfi szereti az autóját, a számítógépét és a többi. De a személyes hozzáállást itt szó szerint rávetítik egy hologramra, magára a tervezőre, és ővele konzultálunk, tehát mintha tényleg behívunk egy mesterséges intelligenciát, akivel beszélgetünk. És ez megint egy nagyszerű, mert gyakorlatilag a mai fejlesztéseknek az öme is erre akar kimenni, hogy a probléma megoldásokban tehát sokkal emberibb legyen bármilyen technológiai probléma megoldás. Egyébként az egész különböző interfészek, felületek, a Windows-tól kezdve a gyártósorokon használt felület is ezekre próbál rámenni, hogy a célszerűség mellett az emberi logikának, vagy akár az attitűdöknek megfelelő legyen annak a kezelése. Tehát kezdjük lassan elhagyni ezeket az iszonyú bonyolult menün belüli menüket, amik tudjátok bejöttek a 2000-es évek telefonjaiban, és egyre nagy logók vannak, letisztult felületek, sokkal egyszerűbb kezelhetőség, már nem látsz a gépbe annyira bele, tehát ez a személyes problémám van, most ezt a csapdát kell kikerülnünk, erre adjál egy megoldást, és erre egy párbeszédben kerül sor. És ott van természetesen a holófedélzetre egyszer csak betoppanó Picard, és a leleplezett Jordi, amit ugye számtalan szonáltunk a Star Trekben, beszéltünk Barclay-ról, és Rikerről és a többi, tehát ez is, ugye ezek az ismétlődő motivumok, Guinan szerelmi tanácsot ad Jordinak. A Jordi cimborái ugye figyelik, hogy jól sikerül a rendezvú. Egy esetlen, vagy a szerelmi ügyekben esetlen tiszt próbál ugye olyan területen előrelépni, lásd a magánélet, ahol ugye tapasztalatlan, járatlan, de szeretne ott is boldogulni. Ezek mind-mind visszatérő, már a Star Trek-en vagy a TNG-n belül is visszatérő toposzok, de olyan jól össze van rakva, olyan egyensúlyban van, én mindig ezt szoktam kiemelni a TNG-ben, ugye ez az időzítés, hogy nincs túl sok idő a Guinanre, nem a Jordynak a valós első randevújára megy el az idő, nem csinálnak humort belőle. Egy Orville-ben az lenne, és van is ilyen randevú tanácsadós epizód az Orville-ban, aki szereti azt a típusú humort, az gyakorlatilag fürdőzhet, mert egy fantasztikus rész az is. És itt ez nincs túlzásba vívva, viszont remek alapot ad például, hogy erről beszélgetni lehet. Megint az, hogy az egész család leül, és akkor kikinek mi a kedvence, hogy egy ilyen ősségi hajótípus azt hogyan győzzük le ezt a régi típusú csapdát. A Picardnak a manővere megint, hogy Wesley-t leváltja, és odol a kormányhoz. Tehát ezek a zseniális húzások, amiket szeretünk, amik a Picardhoz hozzátesznek, ugye nincs, mindenkit nem tudunk kiemelni, de hát ott van a tekintetek, az arcok, a kíséret, a trója, hogy rácsodálkozik, hogy egy Picardnek ezt az énjét eddig nem látta. És a néző se sokszor látja, hogy Picard lázasan ugye meggyőzi a Rikert, hogy hadd menjen ő akciózni. És hogy a nézővel együtt átszállunk a hajóra, ott a kapitány is, és akkor együtt felfedezzük ezt a régi hajót, amit szerintem a nézők, akik ugye az eredeti sorozton nevelkedtek, hát imádtak látni, hogy meg vannak csinálva ezek a műszerfalak ott ezen a promébiai cirkálon. Szóval itt ezt csak sorolni lehet, hogy mennyire jól meg vannak oldva az epizódok, de én kíváncsi vagyok, hogy nektek van olyan, ami esetleg gyengébb momentum volt akár karakterben, vagy történésben a epizódban. Hát itt nagyon előre haladunk, mert akkor már az összegzéshez jó, fogunk kiukadni, és de jó, hogy megkérdezted, mert gondolkodom rajta, hogy mi lenne itt gyenge ebbe az epizódba, és már elszpoilerezem, hogy nekem nem volt olyan maradandó gyenge pont, ami beárnyékolta volna az élményt. Most, hogy mondtad, hogy a Picardnak egy olyan oldalát látja a néző és a Troy és a Riker, amit ritkán, nekem az jutott eszembe, hogy a Riker is olyan mosolyogva néz, és ez egy jól ismert mém alap szokott lenni, csak arra a mémre általában valami pajzán gondolatot szoktak rátenni, hogy ugye a Riker és a vendégszereplő hölgyeknek a
összecsiszolódása, hogy ilyen finoman írjam körbe, de hát itt a valóságban ugye nem erről van szó, hanem ő ott örült Picard kapitány örömének, aki sikeresen feltárta ugye azt a proméliai ősi hajót, és mondtad itt, Dave, a formai dolgokat, a kezelő felületeket, nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy mennyire gyönyörű ugye az Utópia planéciának az a munkaállomása, vagy az a szoba, ahol ugye Dr. Brahms egykor dolgozhatott az Enterprise térhajtóművének a kidolgozásán, és nekem itt van a TNG-nek a kortalansága. Az előbb mondtuk ugye, hogy a Khan haragjára, ha ránézünk, akkor lehet, hogy kicsit visszarepülünk az időben. Lehet, hogyha mondjuk egy nálam fiatalabb valaki ránéz a TNG-re, egy kicsit ő is visszarepül az időben, de nekem már, tehát én már lehet, hogy az a korosztály vagyok, akinek ez már örökre meghatározó és kortalan maradt, tehát én már nem a retrót látom a TNG-ben, sőt, annyira nem, hogy amikor már továbbfejlesztik a Star Trek-et, tehát amikor a Star Trek Picard sorozatot látom, akkor nekem az már sok. Tehát ott már egy olyan dizájnt fejlesztenek tovább, amit már szerintem nincs hová továbbfejleszteni, tehát az már túl részletes, túl sötét a világítás, túlságosan csillog a padló, túlságosan mozis az egész. Itt, ebben a környezetben, amit most látunk, szívesen dolgoznék, szívesen élnék a hajón. Már az, hogy oda bemehetek, és ott van egy hatalmas nagy panoráma, hogy ott állnak be a hajók a dokba, akkor ott vannak azok az üvegfelületek, amiket el lehet tologatni, mintha egy vitrin szekrénynek lennének ezek az ajtajai. Ott dolgozik ugye a Geordi meg a Dr. Brahms-nak a hologram változata, most ez ilyen szempontból mindegy, de hát ez eleve egy olyan kellemes hangulatot teremt az egész epizódnak, ami segíti azt, hogy itt a Star Trek, egy rajongónak, hogy itt a Star Trekben eltöltött idő, az felbecsülhetetlen, pótolhatatlan, még úgy is, hogy kutyaszorítóban van ugye a hajó, és érezzük, hogy ez nem tréfa, és milyen jól van ez is kitalálva, amikor Riker megfogalmazza, hogy ha nem csinálunk semmit, meghalunk, hogyha pedig erőlködünk, akkor is meghalunk. Én megmondom őszintén, nekem nagyon, ez amit nem mondasz, ebbe igazadban különben, hogy bár én pont a Picardnál szerintem még nem érzem ezt a így nagyon eltolták a dizájnt, meg viszont az új Kelvin érás filmeknél, hogy ott minden, minden üvegfelületen, csilli-villi, villók, hogy hívják? Lens flare. Minden, hogy hívják, nagyon tehát azok már tényleg nekem nagyon, de ha jobban belegondoltok, végülis e felé megyünk. Hát most nézzétek meg, ahogy hívják ott a Teslát, vagy ahogy hívják ott a SpaceX-nek, ahogy hívják ki a űrhajóját, hogy mi volt? Három darab monitor, érintőképernyő, csókolom, egy nyöves gombot nem látsz rajta, vagy talán egy-két kapcsolót talán. Tehát effektíve tényleg arra megy el a világ, és ez a különbség, ebben igazad van, mert a nekünk, a TNG, a fú de modern, ahogy hívják a retro, a régi. Viszont ha egy kicsit elkanyarodhatok most, ahogy hívjáktól, magát a TNG-től, ugye van ez az új sorozatunk, a Strange New World, és én megmondom őszintén, én a egyik legnagyobb rajongója lettem, mégpedig akkor, amikor először beúszott az Enterprise a képbe. Ugyanis nem követték el azt a hibát az alkotók, és ezt végig érzem a sorozaton, hogy egy még modernebbet akarunk csinálni az eredetitől. A hajó. Ugyanúgy néz ki például a két gondol, az a kis piros, hogy hívják, ami forog, mint az eredeti TOS sorozatban. Tehát nem azt csinálták, hogy csináltak egy modernebbet, hanem visszanyúltak a TOS-hoz, és egy kicsit modernebb formában, de ugyanazt a... És ahogy megnézed a kapcsolókat, ahogy hívják, és azt is próbálták közelíteni az eredeti TNG, TOS féle kapcsolókhoz, mindenhez. Hát itt engem kilóra megvett az a sorozat. Tehát komolyan kilóra megvett. Az, hogy nagyon jók a részek, meg minden, viszont nem követték el ezt a hibát, ezt a csilli-villibe nem vitték el, ami szerintem a Discovery-nek például egy nagy sara szerintem, hogy azok viszont nagyon elvitték ebbe a csilli-villi irányba, és szerintem ezt ugye próbálták utána most korrigálni ezzel, hogy időben ez utána van, ugye a Strange New World, és ezt így vissza próbálják így visszakorrigálni, ami nekem nagyon bejött különben. De ez igen, tehát
hogy én is, hogyha jobban megnézem, azért ezen is már érződik az, hogy az ez mégiscsak a 80-as, 90-es évek mozia volt, ez a TNG sorozat, akár a kapcsolókon, bár ugye ott itt ez az érintőképernyők azért ott vannak, mert minden érintőképernyős, de azért úgy érződik, hogy ez annak a kornak a vívmánya. De mondom, én nagyon szeretem, és igaz az van, hogy ez egy picit kortalanabb, pont az érintőképernyős része miatt annak érződik, én szerintem. Úgyhogy jók ezek, és maga az egész rész itt is, ugye az, hogy ugye azt lehetett érezni időben, arra figyeltek, hogy az a 1000 éves hajó tényleg 1000 évesnek tűnjön. Tehát az tényleg olyan volt, mint az ökrös szekér a otyákhoz képest, kinézett a belcsímbe is, és ugye amikor visszamentek a hívjákba, ugye erre a holófedélzetre, azért ott is lehetett érezni, hogy egy picit olyan, mint egy ilyen kicsit múltban, mégis tényleg a múltban mentél, viszont mondjuk közeli múltba, de mégis egy ilyen kicsit visszafogottabb volt, mint hogy az lehetett érezni, hogy tényleg a múltban van. Egy kicsit nem olyan modern, mint ahogy hívják, maga a hajó. Ugye ezt ügyesen megoldották. Ilyenkor sajnálom, hogy ezt a helyszínt nem látjuk túl sokszor, tehát például akár a hajónak a tehát úgymond itt szülőszobának nevezett csor, de egyébként nagyon jól hangzik. Ott háttérpiről látunk, aztán egy szerkezetileg még hiányos burkolat nélküli hajó modell. Tehát ott tényleg épül az utópia planícián, tényleg bele tudjuk képzelni magunkat, és itt nagyon a kedvében járnak azoknak a rajongóknak, akik már fölnőttek az eredeti Star Trek-en, de ott vannak a 80-as évek nagy filmes látványvilága, és valahogy tényleg ott van, és tényleg a modellekkel meg tudják adni ezt a kortlanságot. Egyébként tényleg csak egy mondat a Strange New Worldhoz, hogy én is imádom a sorozatot, és nagyon szeretem, és a konzolok például, hogy kinéznek. Tehát, hogy ott kezelik akár a főgépész, vagy a transzporterkezelő is, tehát ott nagyon-nagyon menő, és úgy menő, hogy ez az eredeti TOS-hoz a leginkább hasonlít az eddigiek közül, ja. Mert megvan fizikailag ja. csinálva, és rengeteg dolgot ugye mögéig tudnak vetíteni, és fixen. És a színészek nagyon hálásak ezért, hogy egy gépház jelenetben, vagy bármely bolygón tényleg ott van mögöttük. No, de nem erről beszélünk, hanem hogy a TNG-ben itt például ebben az epizódban Wes és Data 3D-s akkozik, és egész véletlenül mögöttük ott van a aszteroida mezőben repülnek a aszteroidák, vagy a sziklák. Az Enterprise is ott repül az aszteroida mezőben. A Prométheus csatacirkáló és az Enterprise együtt van az aszteroida mezőben. És akkor hadd ne soroljam tovább, ezek ilyen látványorgiák. Tehát ez egyébként itt tényleg csak azt tudom mondani, hogy felugrani a Netflixre, és ott látható tényleg a TNG felújított változata. Ez amíg lehet, addig nézzétek, meg ki hát tudja, meddig lesz ott azért, Star Trek. Hát, Csaba, sokáig még az a Paramount Plus. Hát, nekem majd segítsenek, mert én megmondom őszintén, bocsánat, hogy közvágok tév, de én csak az új sorozat, új részeket látom fönt a Netflixen. Lehet, hogy valamit rosszul keresek a Netflixen. Be kell állítani a Netflixet a nyelvbeállításoknál angolra, mert lehet, hogy aminek nincs... Magyarul nem hozták, értem. Bocsánat, ez egy kicsit, nem vagyok egy nagy Netflix fan, meg kotyák néztem, mert az újakat megtaláltam rajta, de a TNG-t meg a régieket nem találtam meg rajta. De akkor nálam van a hiba, az én készülékem. Beállítás kérdése sajnos, igen. Ami nincs magyar vonatkozás, azt nem dobja eléd. Igen, egész egyszerűen. Akkor valószínű. Nekem egyébként a Strange New Worlds-ben annyi bajom van, hogy a csillogó padlótól rosszul vagyok, de egyébként a maga, ahogy azok a bútorok a kabinokban, az a design egyszerre nagyon szépen újítottak is, és azért valamennyire emlékeztet a 60-as évekre, és néha-néha felfedezem az asztalokon a eredeti sorozatos nyomógombokat, úgyhogy nekem is a Strange New Worlds az ilyen szempontból bejön. De Dave, hol is tartottál az előbb? A aszteroida mezőkben a proméliai hajó és az Enterprise. És hát igen, hát hajó maketteket mindenki csinált, hát teljesen evidensnek veszi Picard kapitány is, és ez megint a Picardnak a személyiségét itt minimálisan megint fejleszti. Tehát ő az a régi vágású, az űrhajózásért, vagy a hajózásért eleve rajongó kapitány, de egyébként tudjuk, hogy ilyen vitorlás, például vitorlás makettet még Jordi is csinált, ugye ez a Ship in a Battle. Igen. Tehát láttuk őt, azt hiszem a második évadban volt, ugye a Sherlock Holmes-os epizódban. És ez is egy karakterfejlesztés, tehát hogy
egy mérnök, aki neki ilyen precíz törődést igénylő hobbija van, az meg érdekli a hajózásnak a története, Picard meg evidensnek veszi, és hát szerencsétlen O'Brien az, aki tényleg olyan hajómodellt épített, egyébként az nem nagyon derül, hogy most ez tényleg vitorláshajó legyen, vagy pedig valamilyen űrjármű. De hát tudjuk, ugye Data nem volt gyerek, és ez megint az néző felé, tehát szinte mondom, mert az Orville-t lehet példának mondani, hogy ott szoktak így kiszólogatni, így poénkodni, hát most Data gyerekkoráról beszéljünk, nem volt neki, ezért ő nem épített, és akkor ez egy, tehát kvázi itt szembesül Picard azzal, hogy körbe van véve már egy másik típusú, tehát a legénység az pedig nem olyan nagy az életkori különbség, maga a karakterkorát nézzük, hát Picard egy 40-es ember, most nem a színész, Kán hanem haragja, annyi idős, magyar, mint a Kán haragja, kb. Worf viszont sosem játszadozott, az azért az volt a legjobb. Nyilván az igazi Worfos beszólás, viszont a Worfnak az arcát, ha néztétek, amikor ugye a promíjai hajó kapitánya, egyébként tényleg jó ez az időbeli elhelyezés, hogy Picard azt mondja, hogy a Földön akkor még nem is tudom, így meg úgy szántottunk, vagy nem is tudom mit mond, de lényeg az, hogy ők sokkal előbb voltak. Fémszerszámíjjal harcoltunk. Fémszerszámíjjal harcoltunk. Tehát az ilyen technológiai fölénnyel rendelkező fajokat is úgy mutatjuk be, hogy gyakorlatilag reális módon. Tehát tényleg nem ez a, ahogy láss például a Discovery-ben, hogy egyszerűen nem látom, hogy mit látok, mert annyira túl vezérelt a látvány olyan szempontból, hogy minden átlátszó, minden fényes, minden kék, minden csillog, akár egy idegenfajnál is, és nem látom azokat a különbségeket. Itt például láttam, amikor átmentünk erre a hajóra, hogy igen, ez régebbi hajó hozzánk képest, de amúgy meg rendkívül fejlett a akkori földhöz képest nyilván. Csak ez nyilván ezzel a fajjal is mi lett. Hát, és Picard, akinek régész vércsörger ez az erejében, most űrrégészetet gyakorol, és ez is nagyon jó, meg ugye a Worf, amiben belekezdtem, hogy Worfnak csak a tech nem szól semmit, és megint nagyon jó, hogy be lehetett volna dobni egy tipikus Worfos beszólást, hogy ez a tökös kapitány, aki tényleg utólag beismeri, hogy az ő hibájából, vagy inkompetencia, mondjuk így utólag, nem rossz ez a szó arra, hogy nem ismerte föl sajnos ezt a túlságosan, ez kezelhetetlen veszély volt technológiailag. Ez egy csapda, amiből nem lehet megszökni, vagy az akkori tudással, csak ilyen extra ultra leleményességgel, mint Geordi és a De mondd ilyet a Worf, csak nem itt, hanem azt mondja, hogy lenyűgöző, hogy a posztjukon haltak meg, tehát az neki imponál. Az imponál, de a Worf a tekintetével fejezi ki. Tehát Dorn kinéz a maszkból, és a tekintet elárulja, hogy amikor a kapitány elmondja, hogy ezt az utolsó beszédét, és méltatja a legénységet, az borzasztóan tetszik neki, de ott nem mondja ki. És ezt szeretem, ezt nevezzük írói fegyelmezettségnek, és most kimondom is elnézést, hogy egyszer kimondom, például a Discovery sorozat írás, akkor úgy érzem, ezek lógtak ki, hogy túl sok mindent kimondtak a szereplők, amit a néző amúgy is értett. Itt viszont benne vagyunk a karakterben, és a Worf karakterében marad. Ő egy szűkszavú ember, jó, amikor kell, tényleg kimondja, de ez tetszik. És amikor Picard gyerekként viselkedik, ez pláne tetszik, mert nem infantilis lesz, hanem azt a rajongás, ami miatt fölnéz rá. Tehát amikor tehát látok valakin egy ilyen lelkesedést, ami a szakmájának szól, az ember sokkal nagyobbat nő, mintha letett volna egy szakvizsgát. Tehát itt a Picardnak gyakorlatilag a személyiségét megint egy ilyen láthatatlan réteggel egészítjük ki, és egy Troynál, akinél ugye feszengünk és kényelmetlenül érezzük magunkat, hogy hú, érzelmeink vannak, és azt a Troy átvilágít minket, és látja, hogy éppen most mit érzünk. Hát nyilván most Troy csúnyán szóval nem Picard gatyája alá néz, hogy éppenséggel milyen reakciói vannak, hogy most teszem azt például retteg, és kapitány, érzem, hogy fél, és nem fog helyes döntést hozni. Ugye Picard helyében ettől félnék. De attól nem fél Picard, hogy ilyen módon lelepleződik a legénység előtt, hogy gyermeki lelkesedéssel tér vissza erről a hajóról. Láss például, amikor először volt ezen a holófedélzeti szimulációban. Önfeledten viszelkedik, tehát eszébe sem jut, hogy ez gáz lehet, mondjuk ez a viselkedés, pedig ugye a Troy és a Riker kicsit úgy összenevetnek a háta mögött, tehát lehet látni már, amikor bejön a turboliftbe, hogy a Troy úgy egyszerre nevet, és úgy örül neki persze,
de azért látszik rajtuk, hogy na, ilyet még nem láttunk, hogy a kapitány így, vagy hát láttunk, csak lehet, hogy ritkábban tapasztaltuk ezt, hogy így. Kis mondja ezt, hogy ritkán látom, hogy önt ilyennek kapitány, hogy ritkán látom, hogy ilyen, így mondta, ilyen, ritkán látom önt ilyennek kapitány. És látja is, ez nagyon jó, hogy a néző is látja. Amikor egyébként Picard átveszi Wesley helyett a kormányt, akkor van még egy ilyen mozzanat, hogy mindenki csak néz. Tehát látjuk, egyébként a Détán is imádom, amikor ő tipikusan ilyen ember ilyen néz, tehát ez a nagy, és még látjuk is tényleg az arcát, a Wesley is csak néz, hogy most mi van. És nem szólalnak meg, de azért itt megkérdőjelezik, hogy a kapitány normális-e. Nyilván nem mondják ki. Én nem. Én, bocsánat, David, most nem értek veled egyet, mert itt szerintem ennek az egész jelenetnek szerintem pont az volt a célja, hogy ő a kapitány. Ő felel mindenkiért. Már ha, bocsánat, hogy kúnyuk, bocsánat, elcsesszük, akkor azt én cseszem el. Tehát az én felelősségem. És itt inkább szerintem erre akartak rámenni, és így ezt nézte, ezért nem mondta senki sem, hogy majd hogy hiák, hanem hogy ő a kapitány, ő a hajónak a vezére, ő fogja ezt megcsinálni, mert ha elrontják és meghalnak, mert ugye benne volt 50-50%, akkor senki ne legyen hibáztatva, ő vitte, ő csinálta. Ez egy nagyon jó momentuma volt szerintem ennek a résznek, egy nagyon jó momentuma volt, hogy pont akkor mutatta meg ezt a Picard, ezt az oldalát, amikor kellett neki, amikor felvállalja, egy igazi kapitányként felvállalja ezt a felelősséget, hogy ezt ő csinálja akkor végig. Tehát ha belehalnak, akkor az ő hibája lesz. Ahogy ugye a másik kapitány is ugye az elején elismeri, hogy ő a felelős érte, ez egy picit szerintem így előkészítette a filmnek ezt a momentumát itt a végén, hogy ott is azt mondta a kapitány, hogy az én felelősségem, én vagyok az egészért a felelős, hogy mindenki meghalt a hajó. Holott pedig aztán tényleg ott, aztán tényleg nem, de ő vállalta. Én szerintem inkább így mondanám ezt, hogy inkább az a csodálat volt inkább az arcukon, bár nem mindenki arcán jött vissza, ez tény, de szerintem inkább ez volt emögött. Hát attól függetlenül, hogy mit jelent ez a jelenet, nem tudom, ti hogy voltatok vele, tehát amikor ez megtörtént, akkor az nagyon jó átélni, tehát basszus, most a Picard kapitány ül a kormány mögé, tehát ez egy fénypontja az epizódnak, hogyha csak nézőként ezt így nyomon követed, akkor ez egy élmény, és nem sokszor történik ilyen. Ugye azelőtt az első évadban volt talán ilyen, meg még a Konundrum című epizódban lesz a harmadik, és többé nem látjuk majd Picard kapitányt a kormány mögött. Csak a Picard sorozatban. Hát pedig milyen zseniális, ez megint egy Picard manőver lehetett itt, ha már hanyadik, nem tudom, ugye, hogy a szikla, a gravitáció, vagy a slingshot manőverrel felgyorsít minket, és ez csak úgy egy TNG részben ott van itt csöndesen, miközben ugye folyamatosan kapjuk a tájékoztás arról, hogy növekszik a sebességünk, mekkora lendületünk, melyik hajtómű indul, miért szeretik annyira a TNG. Ez nekem nem volt kimondva és világos az epizódban, de én szerintem ők minthogyha fúvókákkal manővereznének, és ez logikus is, tehát hogyha egy olyan rendszerben vagy, ami energia elszívó, akkor csak így tudsz szerintem kvázi kivitorlázni belőle. Én így értelmeztem, persze lehet, hogy nem ez történik, de ha ez történik, akkor viszont ez is egy nagyon szép, hogy vissza az űrkutatásnak a legalapőbb, legelemibb szintű mozgási manővereihez, tehát lehet így kormányozni, vagy irányítani egy csillaghajót is. Végülis ez az egy epizódnak az egyik nagy dilemmája, ugye a vége felé ugye föl is teszik a kérdést, hogy ugye rábízzák magukat a kompjúterre, hogy a kompjúter vezesse ki őket, és egy picit ezt ilyen közép, szerintem ez az egyetlen, hogy beszéltük az elején, hogy egy kis, hogy mi lehet egy picit a hibája ennek a résznek, ezt a picit egy kicsit túltolták szerintem, mert azért elég sok mindenben ugye rábízzuk magunkat a kompjúterre, a kompjúter ki tudta volna vezetni, ezt egy kicsit erősen tolták, de attól függetlenül ugye a lényege az volt a végén, hogy az emberi tényező, amivel mindig eljutunk, hogy az emberi tényező, mert ezt a manővert, ezt a kompjúter nem tudta volna megcsinálni, mert neki nem jutott volna eszébe, hogy ugyan már menjünk a hotják felé, és akkor begyorsulunk, ő próbálta volna az megadott adatok alapján, itt fúvok, ott fúvok, erre fúvok, erre fúvok, és ugye, ahogy a Data is mondta, hogy nem jött be, mert lassulnak. Mert ugye elkezdett ugye energianövekedés. És mégis utána jött egy emberi tényező, ami azt mondta, hogy eszébe jutott, hogy hát
gravitáció is létezik a világban, és ezt felhasználva jussunk ki. Tehát ez amire végül is kivitték az egészet, az volt, hogy az emberi tényező nélkül, és hogy te is mondod, Csabi, ugye, hogy egyszerű fúvókákkal a flotta legmodernebb, legmodernebb, legjobb csatahajója, vagy hajója, ami végeredményben csődöt mond egy 1000 éves technológia mellett. Egy halál egyszerű, elven működő, 1000 éve kifejlesztett technológia, a legmodernebb zászlóshajó csődöt mondott. És ugye egy alapvető, tehát alapvető fizika, meg az emberi leleményesség vitte ki a hajót a energiamezőből. Ugye ez egy nagy mondandója volt a résznek, én szerintem. Uh-huh. Ez igazad van egyébként, Gergő, hogy ez a komputeres dolog, ez nekem sem volt annyira. Amit a Riker mond, ugye, hogy a komputerek kiválóan teljesítik a parancsot, de ha ők adják, akkor az annak nem örülök. Nem szó szerint így mondta, de ez volt a lényeg. Ez nekem is kicsit olyan, mintha ez ilyen boomer duma lenne már egy kicsit. Mert ez nézőpont kérdése is, hogy mit tekintünk ugye parancsnak, és mit tekintünk végrehajtásnak. Ugye ha én azt a parancsot adom, hogy jussunk ki, akkor minden, amit a komputer csinál, lehet, hogy 1500 dolgot hajt végre, 1500 műveletet, 1500 irányváltoztatást, pályakorrekciót, vagy az is lehet, hogy 10 000-et, vagy az is lehet, hogy 100 000-et, de az akkor is az én parancsom, ha nem én irányítom, attól az még nem felettem uralkodva cselekszik, hiszen ott szimulációt is futtatnak erről, hát ez egy automatizált folyamat, ezért szerintem igaza sincs a Rikernek, meg a parancs elfogadást sem érzem annyira, főleg ott a 24. században olyan bajos dolognak, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy ott van Data, aki egy leszálló csapatnak az élére kerülhetne akár. Hát, illetve ugye arról beszélünk, hogy a komputer irányít. Nekem egy kicsit olyan felhangja volt ennek a részének, amikor ezt így bevitték ebbe a epizódba, hogy ugyan már ne a komputer irányítsa ugye a népet, és ne a komputer döntsön, meg ne a komputer. Erre, mondvá bocsánat, a kormánynál ott ül egy komputer, akire az életüket rábízzák. Tehát mégis a Data az egy komputer, ha úgy vesszük. Tehát itt volt egy pici anomália azért az egészben, azért, aki tényleg rábíz az életet a Datára, hogy vezesse a hajót, meg a több ezer embert, és utána a hajó komputerét meg ugyan már ne vegye át a hajó komputere. Tehát nekem ez egy kicsit, azért mondtam, hogy túltolt volt ez a dolog, mert ebben nem volt logika. Mert azt mondják, hogy igen, a komputer nem, ahogy te mondod, Csabi, a parancsok, nem biztos, hogy a parancsokat úgy tudja teljesíteni, meg mégiscsak, akkor igen, de nem olyan felhangja volt, hanem olyan felhangja volt, hogy ugyan már ne a komputer. Igen. Tehát igen, ez talán az egész résznek ez volt az egyetlen ilyen olyan momentum, amikor azt mondtam, hogy ezt lehet, hogy nem így kellett volna beletenni, nem jól fogalmazták meg, bár mondjuk a szinkronig még nem jutottunk el a szinkronos otyákig, a D, amit ki szokott általában, ki szokt el ugye elemezni, de nem tudom, hogy itt az angolban hogy lett volna ez a része, hogy ez így jön-e át, mint ahogy a magyarban átjött. Így egyébként, hogyha név helyett válaszolhatok, tehát nem a fordításban veszett el a lényeg, meg nem transformálódott át teljesen mássá az üzenet. Tehát ez egyébként, hogyha valahogy azt próbálják jelezni, hogy vannak veszélyei annak, hogy teljesen ráutaljuk magunkat egy mesterséges valaminek a számításaira, az egy jogos felvetés amúgy. Ezt akár a Jordi vonatkozásában is elmondhatnánk, hogy itt érzelmi kötődés alakul ki, meg minden. Ennek ugye inkább a folytatás epizódban csapódik majd le ennek a dolognak a veszélyességének a lényege. De hogyha valamennyire úgy ezt mondják, akkor az érthető, de itt tényleg, ahogy Gergő, te is megfogalmaztad, itt ki van mondva a komputer felett az ítélet, hogy hát ne, a komputer az csak ne irányítson minket. Én találtam még benne, ha már Dave mondta, hogy keressünk nem tetsző dolgokat, nekem a Picardnak az a döntése, hogy ott Phaserrel szétlövi az egyik aszteroidát, az sem teljesen tiszta, mert ott tájékoztatja őt szerintem elég rendesen Jordi, hogy hát ennek nem lesz jó vége, mert további energiaközlés történik a rendszerrel, ennek következtében ő további energiát fog tőlünk majd
elszívni, és megpróbálja mégis Picard. Ez nem volt túl Picardos döntés szerintem. De figyelj, ezt lehet erről az oldalról is nézni, de lehet arról az oldalról is nézni, hogy ő a kapitány, meghozza a döntést. És nem mindig hoz jó döntést egy kapitány sem, még egy Picard sem. Rossz döntést hozott. Tehát ezt lehet így is nézni, hogy én szerintem itt inkább erre próbáltak, hogy a Picard se tévedhetetlen, nem ő a mindentudó, meg nem ő, hogy mindig a legjobb döntést hozza, hanem én szerintem ebben volt egy pici ilyen, hogy hát ő rossz döntést hozott most, bele is előfordul az ilyesmi. Én ezt nem éreztem akkor a Otyáknak, mint ezt a komputeres részt, hogy oké, meg kell próbálni, ez a lehetőség van, oké, nem jött be, ez most nem jött be. Meghozta a döntést, hogy próbáljuk meg, figyelmeztették rá, ahogy a végén is, ugye ugyanez van a végén is, 50-50% bejön, vagy nem jön, akkor már nem adja ki az ukázt, akkor már ő ül oda. Tehát ezt így is lehet szerintem értelmezni, hogy igen, néha azért rossz döntést is hoz a Picard. Az milyen jó, hogy ott ül a kormánynál, és akkor a Data így már mondja a Picardnak, hogy kapitány, nem fogunk kijutni, így ránéz a Picard, köszönöm. De így nem mondja senkinek, hogy mi a terve, tehát, hogy így ne aggódjon senki, mert én majd ott egy ilyen paritja, vagy nem tudom, mit fogok csinálni, hanem nem, így ül tovább a kormány mögött, és így okay, és akkor így mindenki abban a tudatban él, hogy na most halunk meg akkor. Tehát így a Data bemondja az egészet, és a Data mondja, az azért súlyos, mert ő azért kiszámolja a dolgokat fejben elég hamar, és nyilván ez a néző felé inkább egy manőver, hogy azért izguljál még egy kicsit, de a Picard az végig ura a helyzetnek, de ezt elfelejti közölni a legénységgel. Hát meg ugye kiszámolja a Data, hogy ez egy halál, tehát ők meghalnak, és ebből, hát így is lehet ez azt mondani, hogy én nekem inkább ez úgy volt ezzel, hogy ő egy komputer, tehát akár is nézzük, Data egy komputer, tehát, és ő melltemette a hajót, hogy ez lehetetlen. Ő se tudta kikövetkeztetni azt, hogy mit fog a Picard csinálni. Igen, érdekes volt, mondjuk igen, ez ilyen érdekes rész volt tényleg. De most ott neki áll magyarázkodni, hogy figyeljetek, gyerekek, csinálunk egy paritja menővel, ötjek, addigra mert már lehet, hogy már aszteroid a kellős közepén van a hajó, teljes terjedelmű egy bim. Lehet, hogy azt mondhatta volna, hogy nyugalom, megoldjuk. Ja, mi az igaz? Mondhatta volna, hogy nyugi. Nyugi. Nyugodjatok, fejlődöttem, hogy nyugszatok. Komputer használata esetében gondoljatok meg, hogy rengeteg segédrendszer van, amik teljesen automatikusan működnek. Tehát tehát Picard mondjuk például egy fúvókának ad ki, hogy vesz egy parancsot, akkor az is valamilyen szinten több rendszer közreműködésével működik. Tehát biztos, hogy nincsen teljesen manuálisan kezelt rendszer. Hát ma már sincs. Most csak egy autóra gondoljatok, hogy régen kvázi, már régen is áttételekkel minimum működtette egy autót. Ma meg már gyakorlatilag az elektronika vezérli a szervomotorokat, amik az áttételeket vezérlik, tehát itt igazából ilyen többszörös módon gépi, meg elektromos vagy elektronikus megoldásokra vagy utalva, és annál több hiba tényező. De az emberi tényező is pláne hibázkod. Tehát lásd, Picard, nem ugrik be a paritja manőver, vagy van egy sötét gondolata, hogy úgysem menekülünk meg. Tehát itt kellett lenni egy olyan tényezőnek az emberi oldalról, ami ezt a élni akarást, kijutni akarást, ahogy mondta Riker is, segíti elő, és így az adott helyzetben hát mondjuk úgy, hogy nagyobb kockázatot vállal, például ezt a gravitációs manővert megkísérelte, és Data olyan, mintha csodálkozna is, egyébként mindenképpen elismeri, hogy ez kiváló volt, mintha ő esetleg nem alkalmazta volna ezt az adott pillanatban. Németh Gábor nagyon lelkesen kúrjant is egyet, egyébként, hogy kitűnő, vagy nem is tudom, mit mondott. Amikor egyébként a magyar színészek ezt jobban rátesznek egy lapáttal, mert úgy érzik, hát utólag megnézni, lehet, hogy úgy érzékelik, hogy ezt a Data jobban kifejezi, és Data tud emberi módon viselkedni, meg is dicsérni akár, meg nagyokat nézni lesújtóan, és szerintem itt ez kellett, hogy most egy mester, tehát itt szerintem arról van különbség, hogy program sorok végrehajtása, az tényleg még akkor is, ha egy nagyon sok és hosszú ideig tartó művelet sorról van szó, aminek függőségei is vannak. Tehát lásd például, ha abban a pillanatban lehetséges végrehajtani paratja manővert, akkor hajts végre, vizsgáld meg a helyzetet, ha nem lehet, akkor menjél tovább.
és lehet, hogy Picard, mint emberi aggyal és érzelmekkel gondolkozó, megkockáztatta a paritja manővert úgy, hogy esetleg érezte, hogy ez lehet, hogy 60% hogy nem sikerül, de valahogy mégis úgy sikerül. Tehát mondhatni, hogy nem lehet, mert ha minden tényezőt ismerünk, akkor nyilván tudjuk a jövőt is. Tehát ilyen alapon egyébként meg az epizódokat le se kell forgatni, mert akkor nincs izgalom és feszültség. Tehát erről szólt a dolog, hogy nem az, hogy legyőzik a kompjútert, láss, hogy most Tom Paris vezéri a hajót, vagy pedig ott is van pont egy ilyen rész, mint kormányosnak a büszkesége. Hát tehát ő már mit? Ő átlátszó felületeket nyomogat, akkor Paris parancsokat ad ki. Tehát ő is parancsorokat mozgat meg, ő neki már nincs az, hogy egy botkormányt vagy valamilyen mechanikus vezérlőt mozgat. Pedig az űrlázadásban előkerül a joystick Riker kezei alatt ott az Enter, ő érzi az egész hajót. Hát nem tudom, hogy nem biztos, hogy van annak visszajelzése, bár például most gondoltak ilyen játékkonzolnak is. Haptikus, nagyon finom visszajelzések vannak manapság, amik egy revolvernek a fegyvereknek különböző típusait vissza tudják adni. Már nem csak egy szervomotor zümmög bent, egy rezeg valami oda bent. Talán ott a Rikernél, ott a tényleg az emberi tényező, hogy még, tehát van egy olyan, az emberi motoros mozgás mindig borzasztó kifinomultnak számít. Tehát még nem tud egy robot olyan finoman például kézzel vezérelni, és ha annak nagyon sok, annak a joystick vezérlésnek nagyon sok, tehát olyan opciója van, hogy egy nagyon finom, tehát nem előre, hátra, balra, jobbra. Hát láss, most gondoltuk bele egy pont a profi, tehát vagy a szimulátorosok miért használnak analóg vezérlést. Tehát egy gázadás teljesen más, mint amikor lenyomom az előre billentyűt, és padlógázt adok, vagy nem adok gázt, tehát két állapot van, vagy pedig ugye mennyi gázt adok, vagy milyen finoman fékezek, és a többi kormányzásnál ugyanaz. Tehát ez talán itt van az emberi tényező, hogy szerintem a modern csillaghajó valószínűleg csak kiszolgálja hardveresen is, bár az látjuk, hogy gombokat nyomogatnak, amik ugye igazából binárisak. Tehát úgy hát meg valamilyen... ugye a saját telefonunknál is úgy érezzük, hogy ez az érintőképernyő, ez azért, ha haptikus is, akkor sem szokott olyan visszajelzést adni, és azért úgy irányítani egy hajót. Meg lehet, hogy ezt túl gondoljuk, tehát többször kimondtuk itt a lényeget, hogy ez egy mozifilm, vagy egy film, és igazából jön a cowboy, és ő a kezébe veszi a botkormányt, és ő ott áll, és irányítja azt a hatalmas nagy hajót most jelen esetben, vagy az űrlázadás esetében a Riker. Most ugye a kapitány megropogtatja a kezét, vagy talán nem csinál ilyet, de akár még ezt is tehetné, odaül a pult mögé, és ő személyesen viszi ki a saját hajóját azt a rövid mezőből, vagy ebből a kelepcéből, és igazából ez ugye ez kell a nézőnek, hogy na, itt van a mi emberünk, itt van a mi hősünk, ez a saját két puszta kezével fogja most ezt a hatalmas monstrumot irányítani. Egy olyan nyelvi érdekességgel kezdem, ami talán ez ki fog lógni, tehát meg is csillagozhatnám, és el is tehetnénk ezt teljesen máshová, mert hát Picard kapitány is a hajó naplóban, ami nem az epizód elején van, ez egyébként most már egyre gyakoribb, hogy valamilyen ilyen cold open van, teljesen más helyszínnel és más a B-plottal mondjuk úgy, amiről kiderül, hogy Jordi nem B szereplő lesz, hanem mondjuk úgy, hogy párhuzamosan főszereplő, de akárhogy is Picard kapitány is említi a mentárokat, akik ugye a promériaiakkal kölcsönösen kiirtották egymást, és a csata helyszínén járunk, tehát tényleg impozáns a megjelenítés is. Hát most a mentárokról, főleg, hogyha Patrick Stewart beszél mentárokról, én nekem ugye a mentátok jutottak eszembe, akik hát ugye a Dűne regényekben, tehát a filmekben is ott vannak. Ugye Dűnében nincsenek olyan számítógépek, pláne binárisak, mint ugye a mi világunkban, és tehát gyakorlatilag nincsenek gépek, mert ki lettek írtva, és
pláne gondolkodó gépek, és ezért úgymond ilyen emberi számítógépek vagy mentátok vannak. Patrick Stewart mondjuk, hogy Garni Halik volt 84-ben a Dűnében, egyébként Josh Brolin volt a helyettese az új Dűnében. Ez csak egy nyelvi kis véletlen, de érdekes, hogy 84-es volt a Dűne, és ez 89-es epizód, azt hiszem. És Sir Patrick Stewart mindig mondja, hogy hát ő nem nagyon szereti a science fiction, közben meg végig, ugye X-Menre is gondoljatok, csupa science fictionben szerepel, még most 90 éves korához közeledve is. Aztán a Picard által említett Ship in a Battle, hát ez bizony nem egészen világos, hogy ugye ez a hajó a palackban, vagy hajó makett, amit Picard még ki is emel, hogy hát hajó makettről beszélek. Picard egyébként itt az angolban azt emeli ki, hogy airships, ami ugye a léghajó, vagy léggömb lenne, talán burkoltan az, hogy tehát mindenképpen légi jármű, hogyha nem is űrjármű. Tehát úgymond Picard nyilván, hogy nem csak vitorláshajót épített, hiszen pont promíliai cirkáló modellje is megvolt, vagy legalábbis hát biztos benne, hogy gyermekként építette, amit ugye még O'Brien is csinált. Hát az Orville köszönt megint vissza, amikor beszólunk a tech és egyéb ilyen blabláknak, miszerint hát Wesley jelent, hogy a visszatápláló furcsán viselkedik. A néző persze legyint, hát az jelentsen, amit jelent, de hát itt Riker az összes néző nevében nem a visszatáplálóra kérdez rá, hanem mi az, hogy weird, tehát define weird, mi az, hogy furán. És ezeként jellemző, hogy a néző is így időnként rákérdezne szívesen, hát egy gépészeti szaknyelvben csak nem használunk ilyet. Persze Wesley aztán szépen megmagyarázza, hogy milyen fluktuációkat tapasztal. Egyébként Riker itt érdekes módon ilyen maintenance sweep-et javasol. Ez a sweep nagyon tetszik nekem, ami ugye söprés, söprögetés, pásztázás, ez mondjuk, ha már ilyen szkennerről van szó, tehát szkenneljük át, ugye vizsgáljuk át, diagnosztizáljuk mondjuk tehát végezzünk egy karbantartó programot, ezt mondja magyarul Riker. Egyébként ugyanezt javasolja, ezt a sweep szó hangzik el, ott viszont security sweep-et mond, mi szerint jobb, ha Worf előtt átvizsgálhatnánk a hajót, mielőtt Picard átszáll, ez még a transportálás előtt van. És tetszik nekem, hogy ez a söprögetés, ez ilyen teljesen hétköznapi szóként ilyen szaknyelvi szó lesz a műszak. Egyébként tényleg azzá is vált, mert gyakorlatilag a pásztázás legyen az egy fényszóróval, vagy például egy bizonyos évben kanyarodásra is lehet mondani, és a többi, vagy ágyú által pásztázott terület, stb. Aztán hát nem nyelvi érdekesség, bár érdekesség, hogy az anyag-antianyag keverési arány, ez másodszor van elrontva, hogy az egyik szereplő azt mondja, hogy hát itt például kijelenti Jordi, hogy hát optimális balanszon van, tehát azt mondja, hogy optimális szinten, tehát nincs rosszul lefordítva, de egyszer a Star Trek kimondta, hogy egy vizsgában neveztesen Wesleynek is volt egy ilyen trükkös kérdése, beugratós kérdés, hogy mi az anyag-antianyag keverés aránya, hát az mindig egy-egy. Tehát ott nincsen olyan, hogy optimális szint, vagy hogy most kiegyensúlyozott, vagy most agresszívak akarunk lenni, növeljük az mondjuk az antianyagnak az arányát. Legalábbis a Star Trek technológia szerint ez itt le van írva. Egyébként még az nagyon tetszik, hogy ugye Jordinak, hogy ez a we should be going like a bat out of hell, szángondanunk kéne, mint a kilőtt nyíl, ugye itt a bat esetében, hát nyilván a fordító sem követte a hibát, mi se kövessük el, hogy hát nem az, hogy öt jelentéssel, de legalább öt szócikk van arra, hogy bet. Tehát a denevér és bőlegerek, azt rögtön felejtsük el. Itt ez esetben is úgymond például az ütőre mondják ilyen súlyokra, de a sebességre vagy a járásmódra is, az ütés kezelésre például, tehát itt a harcmódra is mondják, tehát ilyen módon ez a bat out of hell azt jelenti egyébként, hogy nagyon gyorsan, és így a kilőtt nyíl az tökéletesen le van fordítva, ez tetszik, hogy a fordító ennek valószínűleg utána is járt. És ha már utána járás, ugye a booby trap, az ezer éves kelepce, ami rendkívül jó hangulatos fordítás erre,
a bubi szó, ami alapvetően egy ilyen mafla, tökfilkó, bamba jelentéssel bírna. Amúgy a bubi trap így együtt már egy álcázott csapda, egyébként egy otromba tréfa, kifejezetten például az akna, amit nem veszünk észre, kelepce vagy tör, csapdába csalás, álcázott szerkezet, tehát mindenképpen egy rossz indulatú és rejtett veszélyforrást jelent. És hát LaForge is hát úgy szólván csúnyán beszél, damn, right back where it all started. Amikor ugye belép és a nézővel együtt mondja ki, bár a magyar fordító egy picit tompítja, Jordi azt mondja, ez nem igaz, az Enterprise szülőszobája, ami kifejezetten tetszik, hogy a magyarban egy ilyen kicsit olyan ilyen személyesebb hangulatú ez az egész, hogy hát itt született az Enterprise, és mennyire személyes lesz, amikor ugye Lia Bramsot behívja a Jordi, aki ugye kvázi itt a női mérnöknek a prototípusa, tehát, vagy a műszaki tudományokban részvő nők prototípó is lehet, és nekem egyébként persze rögtön eszembe jutott Leia, aki szintén egy erős nőt ábrázol a Star Wars-ban. Jó, ez a névválasztás ide, meg a Brahms szó is, szerint még lehet, hogy Csaba, te mondasz ezzel kapcsolatban egy érdekességet, miközben Brahmsnak ez az epizódhoz. LaForge-nak a tipikus ez az a mérnök zsargon, ami ugye ez a Scottish kicsit tájnyelvi, azt mondja, hogy ugye az sem érdekli, hogy ugye itt gyakorlatilag energiát kellene szerezni, és de LaForge-t az sem érdekli, ha ugye egy régi ferengi cargo ship, vagyis szállítóhajóból szerzik az energiát, itt egy régi ferengi rakétából ez lesz a magyarban. Ez is jól hangzik, meg tök mindegy, mert igazából csak egy ízes hasonlatról van szó itt, egy jó beszólásról. LaForge-nak a zavara abban nyilván egy tipikus Star Trek helyzet, hogy valaki ezt bemegyünk a holofedélzetre szó nélkül. Mondjuk Picard megteheti, mert a holofedélzet energiát fogyaszt, és mondhatni, hogy ott műszaki feladatokat kéne végrehajtani Jordinak. De amúgy Picard nem szán erre időt, hogy most mit keres itt ez a hölgy. Viszont a magyarban ott van egy tipikusan a angol fordításokban előforduló hiba, amikor is azt hangzik el az angolban, hogy bejön Picard, ugye Jordi ott szabadkozik, hogy Captain, this is a holographic simulation of one of the propulsion experts who designed the Enterprise engines, ugye Leia Brahms, és a kapitány mondja Jordi, ez itt egy szimuláció az egyik hajtómű szakemberről, tehát megmaradt az angol birtokos szerkezetnek a tagmondat rendje, hogy ez egy szimuláció a valaminek, tehát ez pont fordítva mondjuk, kapitány, ez itt az egyik hajtómű szakember szimulációja. A birtokos, tehát hogyan mondjuk a magyarban, sokkal magyarosabban hangzik. Tipikusan érzem, hogy így ilyen iskolás ízű ez a fordítás. De hát Jordi is hebek-habok, tehát itt akár erre is foghatjuk. És hát itt vannak a számok, ami keményen itt vannak az epizódban. The numbers say it's even money. Tehát itt megint a 24. században elhangzik egy tipikusan, ez szerintem bár egy akkori angol vagy amerikainak tökéletesen értető, és tök jó, hogy a fordító is ügyesen megtalálja, hogy itt ez azt jelenti az even money, ez fogadásoknál, hogy tehát egyelőrányban nyerhetünk, meg veszhetünk, 50% az esélyünk. És akkor hát erre egyébként van ez a vakmerő, hogy akkor felejtsük el a számokat teljesen. Erre is lehet gondolni, hogy ha 50-50%, akkor mindegy, és akkor felejtsünk el minden számot. Szerencsére nem ezt teszi Picard sem, mert ugye ott vannak folyamatosan az utasítások, illetve Data visszajelzései, hogy például Data azt mondja, starboard faster firing, ugye én is itt ez a, hát itt egyébként jobb motor begyújtása, egyébként ez a motor szerintem egy megbocsájtható, tehát nem kell mindig hajtóművet fordítani, főleg ha itt a manőverező fúvókáról van szó. A motor viszont az egy ilyen univerzális szó, ami lehet, hogy nem a legpontosabb műszakilag, viszont egy kellemes hangzású és jól kifejező. A motor az, ami hajtóerőt ad, ami biztosítja a mozgást, a fordulást. A starboard meg tök jól le van fordítva, hogy a hajó jobb oldala a starboard, amennyiben a menetirányt nézzük, és ugye a hát a jobb hátsó ilyen alapon
azért, mert nyilván hátulról adunk löketet, hogy elmanőverezzünk valamitől, bár ugye ezek a fúvókák, ezek minden irányba kell, hogy képesek gyorsítsanak minket, például a gyors kitérésű manőverezésről van szó. Hát Dave, azt hiszem, hogy annak idején nagyon ügyeltünk arra, hogy tájékoztassuk a nézőket és a hallgatókat, hogy mikor fogant Alekszandr Rozsenko, és hogyha már ilyen precízek voltunk, akkor szerintem tartsuk ezt az irányt, és akkor most mondjuk be, hogy valószínűleg mostanában született meg, ugyanis az új kezdet New Ground című epizódban majd bemondják a csillagidőt, és az körülbelül úgy most van. Tehát erről jobb, hogyha mindenki tud. Hát összejönni egy hologram figurával, ilyet már láttunk, de ez olyan nagyon szépen van megkomponálva. Mondtuk itt, hogy Jordinak ez a szívügye, szívszerelme, a gépház maga, a hajó, a térhajtómű, ez egyszerre szép, és egyszerre tragikus. Ugye itt az epizód nem számol el ezzel a dologgal, hogy hát azért ez így van ebbe valami necces, hogy a Jordi így összejött azzal a nővel, vagy azzal a virtuális nővel, és ilyen szempontból tök jó, hogy folytatták majd ezt a negyedik évadban, és ott ennek a következményei, vagy ennek az egésznek a szembenézés része, az mégiscsak a nézők elé kerül. Itt ez egy ilyen kis ártatlan játéknak tűnik ez a dolog, de ha jobban belegondol az ember, akkor már lehet, hogy a Her című filmet nézzük itt, vagy annak egyfajta előképét látjuk. Nyilván nem is kell itt ezen drámázni, meg nem kell ezt olyan fú de halálosan komolyan venni, de van ilyen vonatkozás is szerintem, és erre érdemes kitérni. Ugye Picard kapitány a tökéletes kapitány, Worf az egy harcos, de Jordi, ahogy mondtuk, ő az azonosulható fickó, tehát ő a gépész, akivel el lehet menni sörözni, vagy ugye Détával alkotnak egy ilyen haverpárost itt a TNG-ben, és ebben a tekintetben már régóta várt, legalábbis részemről, ez egy régóta várt dolog, hogy legyen már egy Jordi epizód, és egy olyan epizód, ahol róla tudunk meg valamit, és ő van az egésznek a középpontjában, és szerintem ez az, ahol meghatározódik neki úgy alapvetően a karaktere, ez a hétköznapi fickó, aki akár mi is lehetnénk. Ugye azért mondtam ezt a két példát, hogy Picard meg Worf a harcos, mert ővelük nem biztos, hogy ilyen szinten mindig tudunk azonosulni. Ebben az epizódban egy szinte tökéletes Picard kapitányt látunk, lehet, hogy elgondolkodunk, hogy mi ezeket a döntéseket hoznánk-e meg, vagy ennyire higgadtak tudnánk-e maradni, nem biztos. Itt viszont a Jordi töketlenkedik, rögtön ez a kezdés, ugye a tengerparton, ez a randi, ami akár az Orville-ben is történhetne, és akkor itt van az az érdekesség, amit Dave mondott a szinkronos érdekességek alatt. Itt Brahmsnak a műve szól, az ötödik magyar tánc, ugye itt a cigány prímás, aki megjelenik, de egy tipikusan túlgondolt, túlszerkesztett, erőltetett randi, ami már az első pillanatban látja a kedves néző, hogy mire fog kimenni a játék, és hát lógó orral csücsörítve jön meg ugye Jordi a Ten Forwardba, a csillagbárba, és már látszik az arcán, Wesley Crusher már szavak nélkül meg tudja állapítani, hogy ez nem sikerült jól. És akkor innen fut ki a dolog. Szerencsére ugye ez egyébként alakulhatott volna úgy is, hogy ez egy olyan cold open, amiből aztán semmi más következtetés nem kell levonni, vagy nem, ez csak úgy megtörtént, tehát egy hétköznapi pillanat az Enterprise életéből. Voltak ilyen flashek szerintem korábbi évadokban, amik hát úgy vakartuk a fejünket, hogy ez jó, aranyos, de hogy mi értelme volt, azt nem nagyon értjük. Itt szerencsére ez az a szál, amin ugye tovább tud haladni maga az epizód.
nem tudok nagyon belekötni a dologba. Emberközeli, Jordi központú, és érdekes egyébként maga a kelepce is, a szorító helyzet. Tök jó ajánlott részemről, mindenképpen megtekintésre javasolnám minden hallgatónak és nézőnek ezt a történetet. Ezzel teljesen egyetértek veled, különben nagyon jó kis epizód ez, ízig-vérig minden benne, valaminek benne kell lenni szerintem egy Star Trekbe, az izgalomnak, a megoldásnak, annak, hogy ötjek tényleg oldjuk meg, mint emberek, és tényleg jó összerakott kis része. Ez az apróság volt, ez a komputeres, amit én kihagytam volna belőle, akkor azt mondanám, hogy 11/10, így csak annyit mondok, hogy 10/10, így tényleg nagyon meg olyan leköti az ember. Tehát nem volt az érzésem egész végig, hogy hú, ez elkezdődött, hogy hoppá, vége van. Tehát már ez volt, bocsánat, hogy hoppá, vége van. Mert egész egyszerűen nem volt az a akciódús, de mégis az egész epizód egy ilyen pörgős volt. Tehát, hogy ment a cselekmény, ment, haladt előre, nem voltak ilyen üres járatok, tényleg úgy végig szaladt az egész, és úgy érthető volt, kezelhető volt, amik benne voltak, nem volt olyan nagy gondolkodni való, mert sejtettük, hogy valószínűleg nem fognak ott maradni, de mégis egy jól lekötötte az embert, olyan kis izgalmas volt szerintem. Úgyhogy én is ajánlom mindenkinek, mert tényleg egy nagyon jó kis epizód, és ha valaki szerintem ez az epizódra kezdi a Star Trek életét, akkor jó lesz. Össze lehetne állítani egyszer egy olyan válogatást, hogy például akiket a Star Trek, a műszaki megoldások, vagy a taktikai típusú akciók oldaláról érdekel, azoknak milyen epizódok ideálisak, tehát egy kis gyűjteményt, és akkor senki sem csalódna, mert ha úgy szólnám minden epizódot mindenki megnéz, akkor biztos, hogy érzi, hogy az nem neki szól, és nem kell az, hogy az első évados rész legyen, hanem a későbbiekben is lehet azt mondani, hogy hát ez most egy Worfos rész volt, és nem olyan volt, ami szimpatikus téma volt. Például a múltkori epizódról mondtuk, hogy az egy kemény téma. Tehát azt nem biztos, hogy mindig meg tudjuk nézni, vagy bárkinek tudjuk ajánlani, de emberleg az egy magas minőségű és jól megírt rész, és itt is azt érzem, hogy amit a TNG meglép, tehát evolúció az írásban, lásd, vagy a karakterfejlesztésben, az bátran tovább is viszi. Tehát lásd, ez is egy bátor lépés, hogy úgy szóván egy nem fő karakter, bár azért a hét karakter, vagy fő karakter azért még végig az maradt, tehát igenis, hogy nem egyszer kaptunk már Troy, Worf, és a többi Riker központi epizódokat, az ő személyes, egészen személyes család és a többi problémái elénk voltak tárva, amivel teljességgel rugalmasan bánnak a készítők, tehát nincs mondjuk megírva, láss mondjuk, ahogy mondtam, hogy én úgy vettem észre, hogy talán két Jordis epizód egymás után, az lehet, hogyha ma terveznek, vagy például egy tízrészes évadot terveznek, akkor ezt nem tennék meg, de hát 20-valány epizód között jól elfér még egymás után is. Mert mi van, ha a néző azt mondta pont most, hogy ez tök jó volt, most Jordi olyan, most tök jól úgy ismerem a Jordit, hogy úgy érdekel. Star Trek The Forge című sorozat. Hát igen, itt rögtön a Pike sorozat is miből nőtt ki, ugye a Strange New Worlds, tehát az meghálálta magát, meg úgy nyúlt a figurához is, meg a most látjuk a többi karaktert köré téve, hogy nem Pike sorozat. Ezt szerintem nagyon érezzük, hogy a Strange New Worlds az nem egy Star Trek 2. Pike. De erősen nyilván ott van az ő személyes mondani valója is, ami megint jó. És itt a Lea Abrams karaktere azért izgalmas, mert azon ritka mellékszereplők vagy vendégszereplők egyik, aki visszatér. Mert nekem nagyon ott van, jó, most mondhatnánk, hogy persze Sarek, és a többi, de még Riker se tér vissza szerintem, meg hát, vagy Kélár, ha már itt Alexander szóba került. Egyébként Worf lehet, hogy felsóhajtott valamikor az epizód közben, hogy már mondjuk nem ő a... Mindegy, tehát nem tudom, hogy Worf kapott a hírt arról, hogy mi történt a távolban. Nem, én szerintem azt hiszem, hogy az meglepetés lesz neki. Tehát ott, amikor felbukkan a kisfiú, ő akkor fog vele először. Ne feledjük, a Dallas virágkora van a 80-as években, tehát kellenek ezek a családi meglepetések.
A Leia karakterével kapcsolatban még azt szerettem volna, hogy teljesen szubtilis módon van benne ez a ember és gép közötti szerelem, nem erre megy ki az epizód, mert már volt egy ilyen, emlékeztem, amikor Riker és a szintén felturbózott, tehát Minuet. Nagyon emberszerű a Minuet, tehát ő is, hogy mondjam, a nagyon emberszerűségében volt tényleg zavarbejtő Riker számára is. Riker úgy ment oda, hogy ő csajozni ment, a LaForge viszont belesodródott ebbe a szituációba, tehát ő csodálkozik is, hogy komputer, én ezt kértem, hogy itt jelenjen meg a doktor Brahms, és... Amúgy ez meglett, szerintetek ez már elég volt ugye itt, és nem akarok ilyen Emmy dolgokba belemenni, meg nyilván TNG-t. Meg van magyarázva, hogy konferenciákon vett részt ez a tervező hölgy, és az ő gesztusait leképezték, a beszédét, lehet, hogy egy-két ilyen például nem konferencia beszélgetés, hanem mondjuk ilyen szeminárokra, ilyen workshopra gondoljatok, ahol ilyen személyes sem mondjuk harcra szállt valamiért, és akkor azt leképezte a elemezték, és gyakorlatilag létrehozták az Emmy-t. Tehát ilyen capture készült belőle. Igen, de a konferencia az biztos, hogy ilyen nyilvános anyag, tehát azt el lehet érni, és az alapján meg lehet. Reméljük, nem azt csinálták, mint a Denzel Washingtonnak van az ilyen filmje, hogy ilyen nagyon sokféle kamerával mindenhova belátnak még ilyen szobákba is, és ott is leképezik az illetőt, ott van előttünk, ami szintén izgalmas felvetés, de nyilván fölépítik ezt, és akkor hát, és Jordinál sem a hogy mondjam, tehát nem az erotikus vonal van itt, bár ugye ahogy Leia masszírozza ugye a vállait, az nekem azért fölvet valamit tényleg, hogy azért ott van egy határól, érezzük ezt a Uncanny Valley-t, hogy te jó ég, azért mégiscsak ő egy hologram, vagy de egy valós személy alapján készült hologram, és ilyen alapon mondjuk, ha tetszik valaki a hajón, létrehoztam a holografikus mását, hogy ezt valaki majd meg is csinálja, és szintén besül és lesül, és szégyenbe kerül, és ez tényleg a TNG-nek erős mozzanatai, de ugyanakkor nagyon, tehát érezzük a 80-as éveknek a hangulatát is, hogy hát itt egy kicsit béna szerelmi történt, vagy olyan szerelem, ahol ugyan esetlenek vagyunk, nem azért, mert egy gép van a túloldalon, vagy majd egy jó nő van a túloldalon, hanem mert igazából Jordinak szerintem ő nem szeretne csajozni, vagy becsajozni, tehát nem biztos, hogy ő csak azért, mert jó, tehát igazából ezt várják el, vagy úgymond ezt kellene csinálni, mert ott vannak a haverok, és közben lesik, hogy milyen volt a rendezvú, de ugye a Jordi a gépészetnek él, tehát ő az Enterprise szülőszobájában jön lázba, és nem pont a Leia Brahmstól, hanem már maga a helyszín, ami szerintem a nézőket is lázba hozza, és hogy egy gyönyörű hölgyként jelenik meg, az meg megint arra lezethető vissza, hogy hát minden hajó, legyen az egy repülőgép hordozó, vagy egy vitorláshajó, nőnemű az angolban. Tehát ez egy régi olyan, mint, de ebben mondhatod azt, hogy a tisztelet, mint a hajó, mely anyaként hordoz, vagy óv minket. Megérint a gép. Tehát ez azért tényleg egy tovább lépés, és ennek ezt szeretjük látni, hogy finoman el van helyezve. Tehát a nagy science fictionekben mindezt, ezt, tehát most egy szárnyas fajvadászról elünk beszélni, akkor még ötödszörre kibeszélve előjönnek, hogy te láttad azt a szobájában, te láttad, hogy ott is egy hologram például, meg ott is milyen rétegei vannak annak, hogy egy ember és egy hologram viszonya, és az hogy fejlődik. Hogy most nekem a Halo-ból van az a Halo sorozatban is a Cortana, aki ugye egy mesterséges lény, és bent van ugye a elég morcos, ugye, csak harca képzett ugye Spartanunknak a fejében, és az ő kvázi viszonyuk is fejlődik, hogy nyilván a gépet elutasítja, mert ne férkőzz a fejembe, és ne te adj nekem parancsot, meg taktikai utasítást, azt adhatsz, de ne elemezd az érzelmeimet, meg ne adj tovább. Tehát ez nagyon érdekes, hogy a Jordi, aki gépekkel dolgozik, ő egy gépbe lesz szerelmes, és nem bántam volna, ha ezt tovább viszik. Tehát most ott volt ugye Data, és alkot egy leány androidot. És az az android mondjuk, aki teljesen ember, és ő lett volna szerelmes ott, azt én nem bántam volna, tovább viszik. Az se baj, hogy mert Détával is viszik ezt a szerelmi vonalat, de ebben az epizódban pont ennyi fért bele, és ez volt a jó, hogy az epizódnak az egyensúlya így megőrződött, tehát ott volt a műszaki probléma, a megmenekülés, a bravúros cowboy húzás, és egy nagyon picit az a románc, amit csak a nézők előtt egy kicsit fölnyitotta a lehetőséget, hogy te jó ég, a Star Trekben mennyi minden ott van még.
Dave, mondtad, hogy a Picard tudomást sem vett ott a Dr. Brahmsról. Én kicsit azt láttam a Picard arcán, hogy így, úristen, most így átgondolja, hogy... A facepalm, nem volt facepalm. Nem volt facepalm, de minthogyha az tükröződött volna rajta, hogy Jézusom, most a Geordi ezzel a nővel itt mit csinálhat? Tehát, és azért zseniális ez, mert lehet, hogy nem gondolta ezt a Picard, vagy lehet, hogy nem is látszik ez az arcán, hanem te nézőként a Geordi helyébe képzeled magad, aki a Picard előtt megjelenik és magyarázkodik, tehát ez már ilyen tökéletes projekciós felület megint csak, mint ugye a múlt héten említett Isaac az Orville-ben, és ezek jól működnek a jelenetek, megint csak azért, mert a Geordi átélhető karakter, és a Picardnak a nézése is megsemmisítő, és már az is megsemmisítő nézés lehet, ha nem néz sehogy. És ez nagyon jó adott esetben. Na, hát azt is el kell mondanunk természetesen, hogy ez az első olyan Star Trek produkció, amit nő rendezett, Gabriel Beaumont, remélem jól mondtam a nevét, nem volt még olyan epizód, ahol ez megtörtént volna, és mozifilm azóta sincs, Star Trek, aminek női rendezője lett volna, ugye ott lett volna S.J. Clarkson, de meghiúsult az a projekt, de majd lesz valamikor Star Trek 4, most nemrég félszemmel azt olvastam, hogy az nagyon jól halad, azt mondják a producerek, hogy pánikra semmi ok, ez már tekintsük úgy, mintha már meg is vehetnénk a jegyeket a mozikban, és ennél biztosabb dolog a világon nincsen. Na, Gergő, köszönöm szépen, hogy jöttél. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy jöhettem. Dév, neked is köszönöm szépen a társműsorvezetést. Következő héten akkor Dév már említette, hogy a The Enemy című szintén Geordi-centrikus epizódot tekinthetjük majd meg. Nagyon érdekesnek ígérkezik. Tartsatok velünk akkor is, sziasztok! Hello! Sziasztok! Sziasztok!